Ünnepélyes szalagátvágással adták át azt az utcát, aminek az útborkolatát nemrégiben újították meg Aparhanton. Többek között ez is szerepelt a Magyar Falu programon elnyert pályázat megvalósított fejlesztései között, ahogyan eszközbeszerzésre és egy új autóra is futotta az elnyert összegből. Zsikó Zoltán, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke, aki szintén tiszteletét tette az átadón, elmondta, nagyon fontos, hogy a megye imázsát és a település élhetőségét minél jobban ösztönözzék. Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően a település megtartó erejét és a település imázsát, a településhez való vonzódást segítheti, és így azt gondolom, hogy az a veszély, amit ugye sokszor szoktunk mondani, hogy a fiatalok inkább nagyobb városokba költöznek, inkább nagyobb települések közelébe mennek. Én azt gondolom, hogy ezek a fejlesztések elengedhetetlenek ahhoz, hogy a fiataloknak érdemes legyen hazaköltözni, vagy érdemes legyen itthon családot tervezni. A József Attila utca 440 méteres szakaszát, valamint a Petőfi utcában 330 négyzetméternyi járdafelületet újítottak meg a támogatásnak köszönhetően, de a kommunális eszközbeszerzés során fűnyírok, fűkaszák és egy Fiat Ducato kis teherautó is hozzájárul ezentúl a település életéhez. Az elmúlt időszakban összesen 105 millió forintot nyert a településünk, ez 2018 óta, tehát ebből újult meg többek között az orvosi rendelőnk, és került új eszközökkel és bútorzattal felújításra, illetve az óvodaudvar felújítás, és az, amiket a korábban is említettem, ezek nagyságrendileg 105 millió forintnyi beruházást eredményeztek. Valamint az apari stációk rendbehozatalát is meg tudták valósítani a pályázati támogatásból, amire közel 5 millió forintot fordítottak.